Immár negyedik alkalommal foglalhatja el Kisoroszi polgármesteri székét Molnár Csaba. A tanári végzettségű, de rockkoncertek szervezésével, illetve az Edda művek, valamint több más híres előadó és együttes menedzselésével foglalkozó Molnár Csaba hivatali munkája mellett családi gazdaságot is vezet. 2002 óta 3 egymást követő cikluson keresztül volt Kisoroszi tiszteletdíjas polgármestere. 2014-ben azonban 170 szavazattal maradt alul egyetlen kihívójával, Nádasdy-Csontos Elekkel szemben. Akkor a lakosság több mint 2/3 döntött úgy, hogy új vezetője legyen a településnek. Tavaly novemberben azonban a képviselőtestület arról szavazott, hogy Molnár Csaba külsős alpolgármesterként folytassa munkáját a kisoroszi önkormányzatban. A május 14-ére kitűzött időközi önkormányzati választásra 4 polgármester és 15 képviselőjelölt szerezte meg az induláshoz szükséges aláírásokat. Azonban Schumayer Tamás néhány nappal a szavazás előtt visszalépett, így végül a 4 polgármesterjelölt mellett 14 képviselőjelöltre lehetett voksolni. A polgármester jelöltek közül a Munkáspárt színeiben induló Pálmai Ferenc 5, az önkormányzat egykori pénzügyi vezetője Greff Gyuláné 122 szavazatot kapott. Nádasdy-Csontos Elek és Molnár Csaba között a mérleg egyensúlya ezúttal utóbbinak kedvezett, aki 66 voksal kapott többet, így 151-217 arányban lett ismét kisoroszi polgármestere. Az eddigi képviselők közül egyedül Benedek Károly került a testületbe, aki a legtöbb voksot kapott jelöltként, mint alpolgármester folytathatja önkormányzati munkáját. Rajta kívül visszakerült még a 2010-2014 közötti ciklusban képviselőként tevékenykedő Kovács Sándor is, aki 3 éve nem kapott elegendő szavazatot a grémiumba való bekerüléshez. A testület munkáját erősíti még Surányi Péter, illetve a második legtöbb szavazattal bekerülő Táncsics Mihály díjas újságíró, műsorvezető és címzetes egyetemi docens Havas Henrik is.